Győzött a Kanizsa Sörgyár esett férfi csapata az NB2-es délnyugati bajnokság első fordulójában. Biherc Tamás és társai a Peac harmadik együttesét múlták felül a szezon rajton. A kanizsai csapatra nem várt könnyű párharc a Bolyai iskola mivel az ellenfél NB1-es rutinnal rendelkező játékosokat is csatasorba állított. A sörgyáriaknál Berdár Norbert, Biherz Tamás és Barai Gyula mellett két hölgy, Végzsuzsanna, és Gvazdenovic Katarina is asztalhoz állt. 5-5-ig fejfej mellett a két csapat, amikor Gvazdenovicot végváltotta, aki mindkét meccsét megnyerte, és végül 11 es hazai győzelem született. A győztes Gárdából Biherc és Berdár is 3-3 győzelemmel zárt. Jok a Imre klubelnök szerint ez az eredmény egy sikeres bajnoki szereplés megalapozásaként is szolgálhat. Mivel tavaly másodikak voltunk, csak egy célunk lehet, meg kell nyernünk a bajnokságot. Alapjában véletlenül minden csapatunk ez a cél, talán az extra kivételével. És hát van is rá esély, mert úgy gondolom nagyon erős csapatunk van, mindenki együtt maradt. Egy leányzóval, a Katarinával erősíteni is tudtunk, úgyhogy hogy bízok benne, hogy, hogy meg lesz az első hely.